Mindenkelőtt meg szeretném köszönni a székelyudvarhelyi vállalkozóknak, a vendéglátósoknak, mindenkinek, aki részt vett és hozzátett bármit is azért, hogy ez megvalósulhasson. Gratulálok és köszönöm a székelyudvarhelyi Caritasnak, a gondviselés segélyszervezetnek, az udvarhelyi ifjúsági egyeztető tanácsnak, a diakónia alapítványnak, a Mahlersdorf Ferences nővéreknek és mindenkinek, minden olyan személynek, aki úgy érezte, hogy a mai nap szeretne tenni valamit székelyudvarhely első vonalban dolgozóiért, vagy pedig szegényeiért, rászorulóiért. Gratulálunk az udvarhelyi székjelrendiesznek, azoknak a vállalkozóknak, akik zárják a soraikat ebben a nehéz helyzetben is, és hiszem azt, hogy itt székelyudvarhelyen a közösségépítés, a vállalkozói tudatos és a társadalom odafigyelő magatartás, a társadalomra való érzékenység továbbra is meg fog maradni, ez meg kell erősödjön, és ebben a munkában szívesen veszünk részt, hisz ha zárjuk a sorainkat, ha hiszünk és reménykedünk abban, hogy összefogásba tudunk haladni ezen az időszakon, akkor biztos, hogy kevesebb veszteséggel, kevesebb fájdalommal, és talán néhány embernek mosolyal az arcán örömmel, amikor így átadjuk, vagy átadásra kerültek ezek a felajánlott ebének, úgyhogy további jó munkát kívánok a csapatnak. Székelyudvarhely sokszor példát tudott mutatni, és ezekben a nehéz időszakokban is már többet alkalommal jó példával jár elő, nem csak a térség, hanem egész Székelyföld közösségei elő. Láttuk azt a köszönetet, és láttuk azt a meglepettséget, és azt a jóleső érzést, ami bennük megfogalmazódott, és én azt tudom mondani azoknak a vendéglátóipari egységeknek, akiknek most nehéz helyzetben vannak, de ilyen nehéz helyzetben is még tudnak másokra gondolni, még tudnak mások fele kezet kinyújtani. Gratulálok nekik, vigyázzanak magukra, és tegyék a további hetekben, további időszakban is ezt a programot, ne hagyják abba, hiszen van eredménye, és az emberek számítanak rájuk.